Indul! Azaz Gergő, a Vörös Begy Micsurin biokertészetben készülnek a karácsonyra. Gergő az fent várakozik. És lent pedig már... Hoppá! Az első fenyő le is van vágva. Hiába, ez gyorsan megy. Nem fenyőkivágás történik, hanem fenyőlevágás. Ugyanis a Vörös Begy Micsurin kertészeti biokertészetben kifejlesztették a legújabb technológiát. Nem kell a fenyőket kivágni, csak levágni. És a természet gondoskodik róla, hogy minden évben új fenyő nő. Amint látszik, hasáb alakba vannak vágva a fenyők, ez kerítésként is szolgál egyben. És a hasábból mindig meghagyunk egy fenyőt, amiből a következő egy vagy két évben lesz a karácsonyi fenyő. Tessék, most választjuk, az lesz az a szélső, ott az a legnagyobb, az a legszebb. Az bizony a sarokba. Nem, az a sarokba az a legszebb. Az a legszebb ott a sarokba, az pontosan olyan, hogy be lehet állítani, ugyanis az egyik oldala az sűrűn kinőtt ágak vannak rajta, a másik oldalán kevésbé. Szerintem arról az oldalról. Ábel, te ugorj oda, vigyázz, nehogy rád essen. Kötelet kössetek rá, hogy nehogy átessen a szomszédba. Ez a Vörösben Micsurin biokertészetnek a belső kertje, a kis kertje. Hoppá! Nagyszerű, ez az. Ez az készül minden, Ábel a köteles. A csúszda térmiálmát alussza. Azaz. Az a jobbik választás, így van. Ezt a Jónás Zoli is kinézte, úgyhogy ez a jobbik választás. Mert ez már hatalmas nagy, úgyhogy ezt méretre lehet szabni, tehát pontosan a mennyezeti génen ott visszahajtjuk, és a visszahajtás során olyan nyomatékerőt fog adni a plafonra, hogy egyszerűen önmagát megtartja, nem kell kikötözni, áll az magától. Mindenkinek kellemes karácsonyt, nagyon boldog, borban, búzában is. Békés, boldog új esztendőt, és főleg pálinkában gazdag boldog új esztendőt. Kívánunk mindenkinek, bye bye! Ennyi volt a közvetítés a Micsurin biokertészetből, a Vörösbegyből. Bye bye!